Jó reggelt kívánok! Ez a híradó 8 órakor az M1-en Székelyáron vagyok. Hogyha a kínai vakcinával is elkezdenek oltani, akkor húsvétra közel két és fél millió ember lesz beoltva, míg június elejére már 6 millió ember. Így Magyarország három és fél millióval több ember tud majd beoltani, mint másik hasonló méretű és népességű uniós ország. Erről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor hangsúlyozta, 310.448 legalább egyszer már beoltott ember van, és 383.000 ezer fertőzésen átesett ember, tehát 700 000 védett ember van ma. Rossz hír viszont, hogy újra emelkednek a számok, 1860 új fertőzött van, és 99-en haltak meg, 299-en vannak lélegeztetőgépen. A miniszterelnök arra kér mindenkit, hogy tart, be a szabályokat. Az Európai Uniónak nem az a problémája, hogy rossz üzleti konstrukciókat hozott volna létre a vakcina ügyben. Tehát ez, ebben nem érdemes a bizottságot elmarasztalni. Nagyon kedvező áron jó üzleti konstrukciókat hozott létre. Csak akkor fizetünk, amikor kell, és így tovább. A baj az idő. Tehát a probléma az, hogy nem önmagában a vakcina száma fontos, hanem hogy mikor van vakcina. A bizottság, illetve az egész európai beszerzési rendszer itt mutat gyengeséget, hiszen a kanadaiak, a britek, az izraeliek azok már jóval előrébb vannak az oltásban, ők hamarabb jutottak vakcinához, és aki időt nyer, életet nyer. Ezért kellett nekünk kínai és orosz vakcina is, mert abszolút számban a nyugati vakcina az elégséges lenne majd júniusba, július meg szeptemberben, de addig minden nap meghal száz ember. Nem lehet viccelni, megvárakozni. Ezért kell mindenhonnan vakcinát szerezni, hogy időt tudjunk nyerni. Még egyszer mondom, aki időt nyer, életet nyer. Aki vesztegeti az idejét, életeket veszít. Védettséget igazoló okmányt vezet be Magyarország, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfon. Gulyás Gergely azt mondta, az okmány a második koronavírus elleni oltás beadásának időpontját rögzíti majd. Azok is megkapják ezt az igazolást, akik felgyógyultak a betegségből, vagy rendelkeznek olyan papírral, ami az antitestet igazolja. Arról viszont még nem döntöttek, hogy milyen jogosultságokkal jár majd a védettséget igazoló okmány. Azt reméljük, hogy ez az okmány is hozzájárulhat majd ahhoz, hogy az élet mielőbb a normális kerékfágásba térjen vissza, de a kormány egyenlőre nem döntött arról, hogy ez milyen jogosultságokkal jár. Azt könnyű volt belátni, hogy ha már valaki oltást kap, akkor ennek a hivatalos hatóság előtt is lehetséges igazolása elengedhetetlen. Jövő héten indul az újabb nemzeti konzultáció. A kormány szóvívő az m azt mondta, az élet újraindításával kapcsolatban várja a kormány a magyar emberek véleményét. A kérdőívet ezúttal csak a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon lehet majd kitölteni. Ennek a technikai feltételeim még dolgoznak. Szentkirályi Alexandra elmondta azt is, hogy a témák között szó lesz a vakcina igazolványról is. Arra is kíváncsiak leszünk, hogy mennyire értenek egyet azzal az emberek, hogy például azoknak, akik már átestek a betegségen vagy az oltáson, azoknak többlet jogosítványa legyen azokhoz képest, akik ezt még nem tették meg. Ez tehát még a jövő zenéje, és természetesen nem csak az emberek, hanem a járványügyi szakemberek véleményét is ki fogjuk kérni. 45.600 adag újabb AstraZeneca vakcina érkezett Magyarországra, ez már a második szállítmány a svéd-brit közös fejlesztési oltóanyagból, és újabb szállítmány jött a Modernától is tegnap, ebből mintegy 21.600 adag érkezett. A két vakcinából így összesen 33.600 embert lehet majd beoltani, hiszen ezekből két-két injekcióra van szükség a védettséghez. És a jövő héten érkezik az első jelentősebb szállítmány Kínából is, félmillió adag Sinopharm jön majd. De nem kezdik el vele azonnal az oltást, előtte még egyszer megvizsgálják a szakemberek, és ha tényleg rendben van, csak akkor kezdik el majd használni. Átlépte a 300 ezret azoknak a száma, akik már megkapták a koronavírus elleni védőoltást Magyarországon. Közülük több mint 117 ezeren a második injekción is túl vannak. Tegnap egyébként gőzerővel folytatódott a vakcinák kiszállítása a házi orvosi rendelőkbe. Az AstraZeneca oltóanyagát a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek kaphatják meg. A Pfizer vakcináját pedig mostantól már a körzeti orvosig is beadhatják a legidősebbeknek. A Délpesti Centrum Kórház főorvosa szerint, ha lesz elég oltás, gyorsan elérhetjük, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a védett legyen. Ezt mindenkinek látni kell, hogy az országba érkező oltóanyagok mennyisége elkezdett gyorsulni. Az, hogy mikor lesz vége, azt nem tudjuk, de ehhez nagyon-nagyon hozzájárul a lakosságnak a védőoltási hajlandósága. Tehát amennyiben nagy mennyiségben szabadon elérhetőek lesznek oltások, és az emberek szeretnék magukat beoltani, akkor nagyon gyorsan elérhetjük azt a 60-70 százalékot, ami már elegendő ahhoz, hogy ne legyen járvány, Németországban három héttel meghosszabbítják az országos lezárást a koronavírus variánsai miatt. A német kancellár attól tart, az új mutációk miatt megint berobbanhat a járvány az országban. Angela Merkel a márciusi esetleges óvatos enyhítést is bizonyos feltételekhez kötötte. Ennél előbb legfeljebb csak az iskolák és az óvodák, valamint a fodrászszalonok nyithatnak ki, de azok is csak akkor, ha az adatok kedvezően alakulnak. Nálunk a brit mutáns vírus fertőz a leginkább. A szakértők azt mondják, hogy csak időkérdése, amíg ezek a mutáns vírusok dominánsá válnak, és kiszorítják az eredeti vírust. Erre fel kell készülnünk. Az Európai Unió kiállt a kárpátajai magyar kisebbség mellett. Az EU-Ukrajna Társulási Tanács zára dokumentuma felszólítja az ukrán vezetést, hogy a vonatkozó nemzetközi jegyzőkönyvekben foglaltaknak megfelelően biztosítsa az országban élő nemzeti kisebbségek jogait és a diszkrimináció mentességet. Az EU felszólítja Ukrajnát, hogy teljes mértékben hajtsa végre a Velencei Bizottság ajánlásait az oktatási és a nyelvtörvényről, valamint fogadjon el jogszabályt a nemzeti kisebbségekről. Elvárjuk, hogy ez a törvény megoldást találjon mindazokra a gondokra, amelyet az oktatási és nyelvtörvény okozott. A nemzeti kisebbségek képviselőit ért támadások és fenyegetések kapcsán pedig azt szeretnénk, hogy az ukrán hatóságok ezekkel érdemben foglalkozzanak. Az ukrán miniszterelnök megerősítette, hogy elkötelezettek a nemzeti kisebbségek védelme mellett. Ma érkezik meg a 13. havi nyugdíj első részlete, mondta Novák Katalin a közösségi oldalára feltöltött videóban. A családokért felelős miniszter úgy fogalmazott, a baloldal által elvett 13. havi nyugdíj visszaépítése része a gazdaság újraindítási akciótervnek, mert a kormány azt szeretné, hogy az élet minél előbb visszatérjen a megszokott kerékvágásba, és minél nagyobb legyen az emberek mozgástere. Novák Katalin azt mondta, egy átlagos összegű nyugdíjnál a 13. havi nyugdíj első részlete több mint 37 ezer forint többletet jelent. Nagyjából 90 milliárd forint az, amit a magyar nyugdíjasoknak, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek tudunk ma többletként adni. Ezen belül 77 milliárd forint az öregségi nyugdíjasok számára jut, és a fennmaradó összeg az pedig a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket illeti majd meg. Bízunk abban, hogy a 13. havi nyugdíj visszaépítése, amit a baloldal annak idején 2009-ben megszüntetett, hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb legyen ennek a két és fél millió embernek a mozgástere is. A Fidesz szerint a baloldal kormányzása idején csak sanyargatta a nyugdíjasokat. Halász János azt mondta, Gyurcsány Ferenc és a baloldal elvett az idősektől egy havi nyugdíjat, valamint háromszorosára emelte a gázárát, duplájára az áramárát és az élelmiszerek áfáját. Még az orvosi ellátást is fizetőssé akarták tenni az időseknek a vízidíj és a kórházi díj bevezetésével. A Fidesz-KDNP kormányzása óta garantált az infláció követő nyugdíjemelés. Az idősek megélhetését a mai napig védjük rezsicsökkentéssel, emellett rezsijutalványjal és nyugdíjprémiummal is segítettük őket az elmúlt években. Februárban megkezdődik a baloldal által elvett 13. havi nyugdíj visszaépítése is. A nyugdíjasokat tömörítő szervezetek rendkívül örülnek a 13. havi nyugdíj visszaállításának, erről beszélt az idősek tanácsának tagja az M1-en. Zsuzsa kifejtette, emellett továbbra is jár a nyugdíjprémium, vagyis az inflációtól függően novemberben további kiegészítést kaphatnak a nyugdíjasok. Ezek az intézkedések összesen 2 millió 600 ezer embert érintenek. Minden idős ember nagyon elfáradt már ebben a nehéz helyzetben, hogy hosszú ideje bezártságban élnek, és a családjukkal is nehezen tudnak kapcsolatban maradni, különösen ha távolabb élnek. Nagy segítség lesz az számukra, hogy most egy picit több juttatáshoz fognak hozzájutni. Több mint 130 autó ütközött össze egy tömeges karambolban Texasban. A szerencsétlenségben hatan életüket vesztették, 65 embert kórházba vittek. A rendőrség szerint a balesetet feltehetőleg az okozta, hogy az eső ráfagyott az autópályára. Több jármű annyira összetört, hogy a mentőegységek alig fértek hozzá a roncsokon keresztül az autókba szorult emberekhez. A tömegbaleset miatt több mint 12 km hosszú dugó alakult ki a stráda érintett szakaszán. Ma kora reggel manőver közben a Rákóczi híd pillérének ütközött egy Vác felé tartó úszáj, a hajó jelenleg is a hídnál vesztegel. A főváros hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre és megállapították, hogy a hajót és a híd pillért sem érte jelentős sérülés. A környéken fennakadás tapasztalható a közlekedésben.